találkozónál eljöttek, amelyet a Romániai Magyar Tagok Szövetség szervezett. Nagy örömmel mondunk igen erre a koros találkozóra. Éppen örökségünknek ebben a gyöngy szemében az Ódolyai Református templomban, amely az elmúlt időben lett felújítva, 2020 karácsonyán költöztünk vissza a templomba, 28 havi templom nélkülözés után, de hiszünk, hogy mégsem nélkülöztük az Isten jelenlétét, akár a gyülekezeti termünkben, akár az alkalmat tartottuk az alkalmatát. Arra gondoltunk, hogy ez alkalomból néhány szóban bemutatom a templomot, hiszen vannak, akik még nem jártak itt. Tényleg nagyon röviden, Ódordán a református temploma a tordai legrégebbi műemlék épület. Az 1300-as évek második felében épült fel, a mai állapotát viszont az 1906-os torony építés után nyerte el. Azóta nagyon sok hullás érte a templomot, gótikája csak néhány helyen látható, főleg kívülről, a keleti oldalon a csúcsívek pillérei, illetve a déli oldalról a gótikus ablakok. Meg ez az átjáró, ami átvezet bennünket a sekrestén keresztül a toronyban. A templom valamikor ákostoros kolostor templom volt a kezdetekkor, aztán majd az 1600-as évek második évtizedében lett az ódordai reformátusok tulajdona, elveszítette a gótikus csúcsíveit, több mint 200 éven keresztül deszka mennyezete volt, valahol 18 méter magasan, külső falakon láthatjuk ezt. A mai neobarok stílusát az 1804-6 között végrehajtott helyreállítás során nyerte el. Akkor nyert dupla karzatokat mind a nyugati, mind a keleti oldalon. Barok orgonája az 1200-as évek 80-as éveiből származik. A karzatosítás után helyezték el itt az orgonát. Van egy egészen modern orgonánk is a nyugati karzaton, 2011-ben készült. A szószék hosszú időn keresztül az 1800-as évek elejéről, tehát 1806-tól az északi fejedelmi kapuba volt beépítve. A 2018-2020-as restaurálás során helyeztünk át a szószéket a déli falra, azért, hogy a fejedelmi napunk megnyilvasson. Öröm számunkra, hogy nem a felújított Isten házában lehetünk ma együtt. És befejezésül még arra gondoltam, hogy ismételten emlékeztetek Reményi Sándor az Ige című versére. Ennek az első két verszakát szeretném tolmácsolni. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma népnek végső menedéke. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet orrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki. Ne szaggassátok szirmait a rózsának, mely hóban virul. Úgy beszéljen, ha kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mélhet hozna. Így beszéljünk,